Táskák Molinóból egy kuka és egy közösségi portál. Joggal gondolhatnák, hogy ennek a három dolognak az égvilágon semmi köze egymáshoz. Pedig van a fenntarthatóság. Nagyon nagy mennyiségben keletkezik ez az anyag, és máig nincs megoldva ennek az ipari újrahasznosítása. Tehát ez a kreatív módja a továbbhasznosításának, ez a legkörnyezetbarátabb tulajdonképpen. Ő itt Gazsi, bár most épp a számítógép előtt ül, és az is igaz, hogy jó barátjával közösen működtet egy közösségi portált, ideje nagy részét azért a természetben tölti. Az internetes oldal is azért született, hogy kiszakítson minket a virtuális térből, és ami még fontosabb, kifejezetten környezettudatosságra ösztönöz. Létrehoztunk egy olyan közösségi oldalt, ahova az emberek be tudnak regisztrálni a lakhelyükre, és azonnal egy olyan üzenőfalra, egy olyan közös platformra jutnak, ahol látják, hogy kik laknak a környékükön. És ki tudják írni, hogy mi az, amire szükségük van. Ahhoz, hogy egy fenntartható életet élhessünk, ahhoz az kell, hogy mind társadalmilag, mind pedig környezetileg fenntarthatóak legyünk. Attila már az egyetem alatt tudta, hogy idővel olyan vállalkozást szeretne indítani, ami a környezetvédelmet szolgálja. Sikerült egy olyan kukát csinálnunk, ami környezetbarát alapanyagból készül. Miért fontos ez? Mert amikor fenntarthatóságról, környezetvédelemről beszélünk, akkor annak hitelesnek kell lennie. Nos, ez a három fiatal így hozott ki többet kevesebből.